Tóth Tibor ezredes 2012. december 1-től vezeti a Békés megyei katasztrófa védelmi igazgatóságot, aki dr. Takács Árpádtól vette át a stafétabotot. Az új vezető hangsúlyozta, nagy megtiszteltetés számára, hogy mostantól a Békés megyei emberek biztonságáért, annak további magas szinten tartásáért tehet munkájával. Békés megye veszélyeztetettsége hasonló Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez. Itt is a vizek kártétele jelenti a legnagyobb problémát. Ugye a körösök révén, illetve a természet, a belvíz kapcsán, bár erről ugye ebben az évben nem nagyon beszélhetünk, mert itt is elég nagy szárazság volt. A közúti balesetek, illetve a kültéri, szabadtéri tűzesetek, amik jellemzőek. A település szerkezet is közel hasonló, hiszen Jász-Nagykun-Szolnok megyének 78 települése van, Békés megyének 75 települése. A katasztrófa védelme átalakításával az eddig részben önkormányzati fenntartású hivatásos tűzoltóságok a katasztrófa védelmi szervezet részévé váltak, költségvetési, képzési, bevetési, irányítási, ellátási és logisztikai szempontból is. A január 1-ével hatályba lépett új katasztrófa védelmi törvény alapján egységes rendszerben, új struktúrában látják el feladataikat az állami irányítás alá került tűzoltóságok. A korábban hivatásos önkormányzati tűzoltóságokként működő tűzoltóságok is állami irányítás alá kerültek, és egy hármas rendszer alakult ki, ez a tűzvédelem, a polgári védelem és az egységes iparbiztonsági hatóság. Gyakorlatilag az egész országban azonos elvek alapján, azonos módszerekkel történik a munkavégzés és a hatósági munkavégzés elsősorban. Hiszen a célunk az, hogy a havária helyzeteket, a káreseteket megelőzzük. És ennek a megelőzésnek a leghatékonyabb, tehát a megelőzéshez viszont hatáskörre, jogkörökre van szükség. Tóth Tibor elmondta még, bízik benne, hogy az esetszámok irányítása alatt jelentősen nem fognak növekedni Békés megyében.